Sziasztok! Ahogy az előző videómban is ígértem, itt vagyok a Bükszentléleki páros kolostoromoknál, úgyhogy szeretném nektek ezt kívülről megmutatni, amennyire csak lehetséges. Úgyhogy kamerát váltok, és lássuk is. És akkor lássuk közelebbről a Bükszentléleki páros kolostoromot. Itt van egy avatásból, itt van a tábla, amit nem egyszerű megközelíteni, de megpróbálom. Gyönyörűen szépen leírja, hogy Bükszentlélek erről a páros kolostoromról kapta a nevét, és már 1240-ben is van írásos okmány a kolostorról. Magyarul a tatárjárás előtt építették. István Nándor alapítványt tett. Később a párosok vették át. 15. század végén csúcsíves ízlésben újra épült. Amúgy gyönyörű szép, még így romos állapotában is. De nézzük közelebbről. Most gyakorlatilag a kolostornak a szentélyébe tartózkodok. És ott van az a csúcsíves boltozat, ami sajnos megrodgyant, úgyhogy aláduncolták még 2012 táján. Nézzünk be a sekresztjébe. Wow. Kolostorról még annyit lehet tudni, hogy 1540-ig lakták, és olyan 1550-55 tájékán már elnéptelenedett. Járnak ide mások is megemlékezni. Kolostor késő gótikus stílusba épült. És 1540-ben Balassa Zsigmond emberei kirabolták, mert a barátok szóvá merték tenni Zsigmond önkényeskedéseit. Belépünk a templom térbe. Nem nagyon szabadna itt járkálnom, mert álló megóvási munkátok zajlanak elméletileg. Úgyhogy előre is elnézést kérek mindenkitől. Csodaszép rom. Lesz majd róla egy drónos videó is, ahol megmutatom madártáblatból is a romokat. De menjünk is tovább. És akkor menjünk is tovább. Egy lépcső vezet ide felfele. Van egy ilyen folyosó, ami gyakorlatilag, ha erre indulok, akkor itt interaktív táblák segítségével megtudhatjuk, hogy melyik helyiség mit akar. Ez elméletileg talán egy konyha volt, ha jól tudom, és itt volt a templomkert. Párosok még 1729 tájékán visszatértek, de újra már nem építették a romokat, úgyhogy gyakorlatilag teljesen
elnéptelenedett, úgy, hogy volt. És akkor ilyen interaktív QR kódos táblákkal lehet megnézni, illetve hangforrás. A kolostor legbelső egysége a Kerengő udvar. Ebben az épületen belüli nyitott térben általában gyógynövényeket és virágokat gondoztak. Az udvar közepén többnyire egy kút helyezkedett el. A Kerengő mellett itt is elmélkedhettek a barátok, de a kétkezi munkavégzésre is biztosított lehetőséget a növényekkel való foglalatosság. A középkori kút nem került elő. Hiányának magyarázata a sziklás altalajban keresendő, amiben lehetetlen a vízig lefúrni. Márpedig ez elengedhetetlen egy kolostor életéhez. Vélhetően volt a rendház tágabb környezetében csapadék tárolására alkalmas ciszterna, friss folyadékot azonban ez sem tudott nyújtani. Kérdés tehát, hogy milyen messzire kellett menni a középkorban tiszta vízért. A kolostortól északkeletre, nagyjából 100 méterre a völgyben megbúvó, már a romos erdészház portáján ered a legközelebbi forrás. Innen vihették fel a pálosok életéhez szükséges mennyiségű friss vizet. Ahol pedig forrás van a közelben, ott egy aprócska halastavat is kialakíthatta. A szerzetesi étrendben ugyanis a hal gyakorta szerepelt az étlapon, bőti napokon fogyasztották. A szentléleki barátok diósgyűri testvéreikkel közösen birtokolták a közelben található, nagyobb méretű és ennek okán halban gazdagabb, feltónak nevezett vízfelületet is, mely azonos lehet a mai Hámori tó ősével. Az udvar egy másik fontos információt is megőrzött számunkra. A falak mentén nagy mennyiségű vékony, apró szöget találtunk. Ezek a rendház működésének idején az épületek tetőfedésére szolgáltak. Velük fogadták fel a lécekre a fából készült zsindelyeket. A kolostor épületeinek pusztulása során az udvarra is behultak a tető elemei. A fából készült szerkezetek idővel elporlattak, a szögek azonban megmaradtak. Na szóval, aki ide érkezik, az ilyen interaktív, illetve audio élményekkel fog gazdagodni, és ezáltal megismerhetik a kolostoromnak a összes helyiségét, történelmét, múltját. A pálos kolostorromokat 1954-ben Herman Ottó fedezte fel, és az ő tiszteletére átadtak neki ide egy menedékházat. Itt van még egy másik interaktív tábla is, ami nagyon szépen bemutatja a díszítéseket, valamint az alaprajzokat, amit feltártak. Valamint volt még 1960-ban is egy ásatás, de az illegális volt. És már csak 1974-ben tárták fel ismét itt a környéket, letéve ilyen interaktív oszlopokat is, hogy melyik helyiség mit akart. Jelenleg, ahol most állok, ez volt a kolostorkert. Gyönyörű szép ez a kolostorom. Még így romos állapotban is. Ennyi lett volna a szentléleki páros kolostorom. Én Szegedi Jóci voltam Debrecenből, ez itt a Jóci Channel. További tartalmakért kérlek, iratkozz fel, ne felejts el lájkolni, illetve kommentelni. Találkozunk a legközelebbi videóba. Addig is, sziasztok!